540,000 American troops and the 31,000 who died there. Using an Apple II is very easy. For the truth to sink in, we've got to catapult the propaganda. A 13-as számhoz a 13-as cikkellyel kapcsolatos kutatások során jutottam el, és gondoltam megosztom azt, amit erről a számról találtam. Nem mondom, hogy minden benne lesz ebben a videóban, mert szerintem nem is lehetséges mindent egy videóba összefoglalni a 13-as számról, de igyekszem megmutatni legalább az alapokat. A végtelenségig lehetne mutatni a zenéket, a filmeket és egyéb utalásokat ezzel a számmal kapcsolatban, Azonban én csak néhányat mutatnék meg ezek közül. Ez például egy K13 című film, ami egy indiai produkció. Pszichológiai trailer, ha jól értelmeztem. Ez egy Jennifer Garner filmje, hirtelen 30, ami egy 13 éves lányról szól, aki azt kívánja, hogy másnap 30 évesként ébredjen fel. A filmben persze ez valóra is válik. Következő a 2001-es 13 kísértett című film, amely az 1960-as azonos című filmnek a feldolgozása. Ebben úgynevezett kutatók 13 kísérletet próbálnak fogva tartani és mindenféle dolgokat véghez vinni velük. A mesékben is megjelenik természetesen ez a szám, ez scooby 13 kísértete. A 2014-es 13 bűn című film egy 2006-os tájföldi azonos című filmnek a feldolgozása. Ez szintén egy lélektani dráma, ahol egy utazó ügynök elfogad egy kihívást, melyben egyre nehezedő és sötétedő különböző bűnügyi kihívásokat kell teljesítenie. A 13 óra pedig a jól ismert Bengázi Hawksnak a hollywoodi feldolgozása propaganda formában. Talán a legismertebb a 13-as számmal kapcsolatban azonban mindenképpen a Péntek 13 sorozat, ami nem más, mint egy primitív, mészállós, darabolós, hentes film tulajdonképpen számos része van, amelyben Jason Voorhees, aki egy okay, természet fölötti képességekkel rendelkező halhatatlan gyilkos gyakorlatilag, embercsoportokat különböző helyszíneken és válogatott módokon pusztít el egyesével levadászva a tagokat. Itt van egy újabb 13 óra című film, ebben nem akartam már belemenni, akit érdekel, kideríti, amit érdemes erről. A 13 bérgyilkos 2010-ben készült, és egy 1963-as fekete-fehér azonos című filmnek a feldolgozása, melyben 12 szamuráj és egy vadász megpróbálja megölni a kegyetlen Akashi klán vezetőjét, mielőtt az megbizatását betölthetné a Shogun bizottságban. Az Apollo 13 propagandafilmet mindenki ismeri szerintem, ez az űrhox, illetve az űrutazás. Ez egyébként egy sikertelen, missziója az úgynevezett Apollo űrhajónak, ahol a mese szerint mindenféle problémák merültek fel. A Bangkok 13 egy zombi film, ha jól értelmezem, de van itt még egy film Jason Statham és Mickey Rourke főszereplésével 13 címmel. Érdekes módon a filmek besorolásánál is alkalmazzák a 13-as számot, ez esetben ez azt jelenti, hogy a szülőket erősen figyelmeztetik arra, hogy a filmben látható jelenetek káros hatással lehetnek a 13 éven aluliak számára. Ha már az érdekességeknél tartunk, akkor itt van még egy. Ez az Egyesült Nemzetek szervezetének fenntartató fejlődés célkitűzései közül a 13-as, ami az úgynevezett klímaváltozás és globális felmelegedés hoaxra hívja fel a figyelmet. Ennek a jele egyébként egy emberi szem, a szem golyóban pedig benne található a föld térképe, ugye a föld gömb, és Afrika egy emberi arc, ha jól gondolom, Európa pedig egy halálfej vagy egy koponya, míg az indiai óceán egy ilyen ökörformát ábrázol. Ezen belül különböző A pontjai vannak ennek a 13-as célkitűzésnek. Az egyik az, hogy erősítsék a társadalomnak az ellenálló képességét és az alkalmazkodó képességét a különböző természet és klímaváltozással összefüggésbe hozható katasztrófákkal szemben. Különféle rendszereknek a terjesztése, melynek segítségével klímatervezés és klímamenedzsment fokozható és erősíthető. Következő az Egyesült Nemzetek által létrehozott keretprogram megvalósítása. Következő az úgynevezett klímamódszerek jogszabályozásba és tervezésbe való integrálása. Így néz ki a teljes poszter, illetve propaganda plakát az Egyesült Nemzetek 13-as célkitűzéséhez, ami ugye a klímaváltozás és a globális felmelegedés hókszal kapcsolatos. Itt van egy újabb. Filmeket csak azért mutattam be, hogy mindenki lássa, hogy a 13-as számmal kapcsolatos, úgymond alkotásokban általában a pusztulás, a halál, a szenvedés és a kínlódás az, ami a főszerepet kapja. Mindez azonban annyira nem érdekes számunkra, mint az, hogy valójában mit is jelent a 13-as szám. Tudom, hogy ezt a legtöbb ember számára nehéz elfogadni, de az elit, aki a világot uralja és irányítja az ellenség segítségével igenis használja a kanonizált írásokat, melyeket a világ bibliaként ismer. Az egész működésüknek ez az alapja. Ez alól nem kivétel a 13-as szám és annak jelentősége, illetve használata sem. Hagyoszak meg egy érdekességet az írásokkal kapcsolatban. Mind a héber, mind a görög nyelvű írásokban van egy nagyon fontos szabály, amikor az ember megpróbálja megérteni a különböző szavak jelentőségét. Nem csak a jelentőségüket, hanem azt, hogy az írók, a szerzők milyen megfontolásból és milyen jelentéssel használják azokat. Ez a szabály különösen érvényes a héber nyelvű írásokra, amiket ószövetségként ismerünk. Ez pedig nem más, mint az első előfordulás szabálya. Ehhez meg kell keresnünk azt a szakaszt az írásokban, ahol a keresett szó először fordul elő, és innen megtudhatjuk az alapvető jelentését, illetve azt, hogy milyen szövegkörnyezetben is használták az emberek. Természetes, hogy egy szónak különböző jelentése lehet, ezeknek a jelentéseknek különböző árnyalatai lehetnek. Azonban az első előfordulás szabálya segít abban, hogy kapjunk egy általános irányt a szóval kapcsolatban. Ezek után nézzük meg, hogy a 13-as szám mikor is fordul elő először az írásokban. Ez Barasít 1. mózes 14-es fejezet, 4-es vers. Nyilvánvaló, hogy akkor nem voltak versek, fejezetek, könyvek, hanem egyszerűen csak tekercsek voltak, de ettől most eltekintünk. 12 esztendeig szolgálták vala Kedor és a 13. esztendőben ellene támadtak vala. Ez az első előfordulási helye a 13-as számnak az írásokban. Ez a kifejezés ellene támadtak az eredetiben, Marad. Marad egy ige jelentése lázadni vagy fellázadni. Ezen kívül makacsnak lenni, ellenszegülni, lázadónak lenni. Ezért próbálom azt javasolni az embereknek, hogy ne álljanak ellene a rendszernek, nem csak azért, mert a rendszert nem lehet megdönteni, és nem csak, hogy megdönteni nem lehet a rendszert, hanem megváltoztatni sem a nyilvánvaló probléma, tehát nem csak az, hogy az ember fölöslegesen vesztegeti az energiáját és az idejét egy olyan dologra, amit nem tud megváltoztatni, vagy befolyásolni, hanem a másik probléma az, hogy beengedi az életébe a lázadásnak, a makadságnak, az ellenszegülésnek ezt a szellemiségét, ezt a spiritet. A lázadás ünneplése egyidős az emberiség történelmével. A mesék, amelyekben az emberek hisznek, úgy vannak megalkotva, hogy a hős, aki lázad, aki ellenszegül a rendszernek, minden esetben pozitív karakterként jelenik meg. Így tehát könnyen, szimpatikussá válik számunkra, és azonosulni tudunk vele. Elég, ha mindenki Prométeuszra gondol. A görög mitológia egyik alakja egy titán, aki ellopta a tüzet az istenektől az embereknek. A fényhozó, aki elhozta a tudást, a világosságot reprezentáló tüzet az emberiségnek. Prométheus egyébként görögül előrelátót jelent. Prométheus volt a legravaszabb a testvérei közül, és nem tisztelte az isteneket. Őt és Epimetheuszt bízta meg Zeus azzal, hogy teremtsenek különféle lényeket, amelyek benépesítik a Földet. Prométheus az Istenek képmására teremtette az embert, de olyan sokáig foglalkozott vele, hogy mire elkészült, Epimetheus az összes előnyös tulajdonságot elhasználta az állatok teremtésénél. Prométeusnak megesett a szíve esendő teremtményein, és úgy döntött, hogy nekik adja a tüzet, ami eddig csak az Istenek tulajdona volt, hogy az ember az állatok fölé emelkedhessen. Zeus erre megharagudott, és büntetésül elvette a tüzet az emberektől, hogy sötétben legyenek és nyersen egyék a húst. Ezután Prométeus azt javasolta az embereknek, hogy mutassanak be egy bika áldozatot az isteneknek, és osszák a szét két tálcán. Az egyikre tegyék a húst, melyeket csontok és inak alá rejtett, míg a csontok nagy részét zsírral takarta el, és megkérték ugye Zeus-t, hogy válasszon a kettő közül, aki gyanakodott ugyan, de a zsírral letakart csontokat választotta mégis, majd mikor rájött büntetés szánt nem csak az embereknek, de a hazug istennek is. Prométeusz egyébként Héfaisztosztól, a kovácstól lopta a mesterségbeli tudás ismeretét és a tüzet. Zósz megbízta Héfaisztosz, hogy hozza létre Pandórát, az első asszonyt, aki később az összes bajt rászabadította az emberiségre. Pandora egy tároló dobozt kapott az istenektől, amibe előzőleg mindenféle bajt, betegséget, gonosz szellemet bezártak, és azt mondták neki, hogy nem szabad kinyitni a dobozt. Ő azonban természetesen nem tudta legyőzni kíváncsiságát, és mindenféle baj rázódott az emberiségre. Mire sikerült becsukni ezt a dobozt, már csak a remény volt az, ami megmaradt benne. Így büntette meg Zeus az emberisége. Prométeuszt a kaukázus hegyén egy sziklához láncoltatta, ahol egy Ethon nevű óriás sas minden nap a máját marcangolta, ami másnap újra visszanőtt. 30 évvel később Heraklész kiszabadította Prométeuszt, aki visszatérhetett az Olymposzra. Prométeuszt a tűz elhozatala, a mesterségek ismeretének tanítása és az áldozat bemutatás gyakorlatának bevezetése miatt a civilizáció atyának tekintették. Ő csak egy a sok közül a mitológiai lázadók sorában. Olyannyira, hogy ez az emlékmű Kolozsváron található, ami Prométheus ábrázolja, hogyan elhozza a tüzet az emberiségnek, míg ez a másik ugyanőt ábrázolja csak Dorogon, a jubileumi emlékparkban. Remélhetőleg mindenki ismeri Jözsén Delacroix képét, a szabadság vezeti a népet, ami szintén a lázadásnak állít emléke. Ezt a lázadást, ellenszegülést, a makacságot egyébként ez a nő testesíti meg. Ő szimbolizálja az istennőt, aki vezeti az emberiséget a szabadság felé. A 13-as szám, tehát egyszer mindenkorra egybe a lázadással az írások miatt. Tetszik vagy sem? Függetlenül attól, hogy ki mit gondol erről, az elit, aki a világot uralja és irányítja, ez alapján intézi minden tevékenységét. Hogy miért, az egy hosszú történet, de ha valaki figyelmesen nézi a videókat ezen a csatornán, akkor rá fog jönni. Korábbi videókban már bemutattam azt, hogy az Európai Parlament épülete Brügel-Babel-Tornya című festménye alapján készült el. A világvezetői az ellenség segítségével egy új Bábel tornyát építenek, ami egybeolvasztja az egész emberiséget, ezzel szimbolizálván lázadásukat és ellenszegülésüket a Teremtő által meghatározott rendel szemben. Olyannyira, hogy az Európai Bizottságnak a szlogenje is az, hogy Európa több nyelv, egy hang. Ami egyértelmű utalás az első lázadóra, akit a Biblia említ, aki nem más, mint Nimrod. Érdekes módon Nimrod a 13. generációja volt az emberiségnek, ha Ádámot számítjuk úgy, mint az első. Bár a 10 tízes fejezetben láthatjuk a nemzetek eredetét, Nach vagy Noé volt a tizedik, az ő fia volt Ham, az ő leszármazott a Kus, aki nemzette Nimrodot, és ez a 13. generáció. Az ő birodalmának kezdete volt Babel, Bábelt mindenki jól ismeri, ez Henrik von Cleave rajza, ami Nimrod királyt ábrázolja Bábel tornya előtt. Ez pedig a nap király palotáját. Itt van egy újabb ábrázolása Nimrod király templomának, amit zigoratnak hívnak, és úr városában épült fel. Nimrodot istenként tisztelték Babilóniában, ez őt ábrázolja rosszlán teste és sas szárnyakkal. Hendrik von Cleave egy újabb festménye Nimrod király az emlékművei között, Rengeteg szimbólumot láthatunk, nem is megyek ebbe bele. Érdekességképp annyit megmutatnék, hogy itt a háttérben egy angyal repül éppen az obeliszkek között, ezen pedig rajta van számos szabadköműves szimbólum a bikafejtől, elkezdve a napig, a vaskereszt, a hold, a koponya, illetve a csontok, a csillagok, stb. Ha valakit érdekel a történet, erről már volt szó, de elolvashatja barasít 1 Mózes 11-es fejezetben Bábel tornyának egész históriáját a nyelvek eredetét, illetve ennek a civilizációnak a végét gyakorlatilag. Csak hogy mennyire összefor a lázadás és a 13-as szám, az szerintem a kamaszkorból is látható. Embereknél 10-től 18 éves korig terjedhet a serdülőkor, szerintem megegyezhetünk abban, hogy a 13 év körüli időszakot mindenki már a pubertással azonosítja. Ez egy átmenet a gyermek és a felnőtt kor között, mikor a nemi hormonok működésének hatására kialakulnak a másodlagos nemi jellegek, ezekkel párhuzamosan jelentős pszichés változások következnek be. A fiatal ekkor kezdi formálni saját véleményét, ízlését, a legtöbb gyerek ekkor próbálgatja az önállóságot. A kamasz vagy kor egyébként szinonimája a lázadásnak, az ellenállásnak, az ellenszegülésnek és a makasságnak. Csak hogy mennyire egybefonódik a lázadás és eh, hasetán vagy sátán, az szerintem egyértelmű lesz ebből a 2015. december 19 i videóba, amit a Detroiti sátán temploma közösség tett közzé a Lansingi Kapitólium lépcsőin. Néhány részletet szeretnék csak bemutatni ebből, és azt javaslom mindenkinek, hogy koncentráljon arra, ami elhangzik. Természetesen ugye sátánt vagy sátánt üdvözlik ezzel. Hey, Satan! Azért gyűltek össze, hogy az emberiség szellemiségét ünnepeljék. Mikor sátánizmusról van szó általánosságában, az nem más, mint humanizmus. Az ember önállóságát és függetlenségét, az emberi szellemet ünneplik ezek az emberek. Mindenki, aki így gondolkodik, az gyakorlatilag egyfajta sátánista. Elmondja azt, hogy a világ a másiák, vagy ugye ők úgy hívják, hogy Krisztus születését ünneplik, míg ők a saját teremtés történetüket ünneplik ezúttal, ugye ez december 19 az emberiség felvilágosodását, megvilágosodását. Hozzáteszi azt, hogy az emberi természet kinyilatkoztatása, úgy, ahogyan az a történelem könyvek lapjain látható és megvan írva, az nem más, Lucifer, mint egy ajándék Lucifertől, a fényhozótól, The morning star. A reggeli fényes csillagtól And the rebel. és a lázadótól. A fényes csillag, illetve a reggeli csillag, a fényhozó szintén az írásokból vett idézet. És a 14-es fejezet 12 így ír Luciferről, miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia. Ha megnézzük az arany verziót, láthatjuk, hogy azt írja, mi módon estél alá az égről Lucifer, hajnalnak fia. Az amerikai standard verzió azt írja, hogy nappali csillag. A King James verzió pedig Luciferként fordítja. Az eredetiben pedig Heilel Ben Shachar található, ami fényes, ragyogó, csillogó, szikrázó hajnal fiát jelent. Nem életlen az sem, hogy ő az abszolút lázadó. Ő az Lucifer, Sátán aki megtestesíti ezt a viselkedést és szellemiséget, ahogyan elmondták az előbb, az emberiség szellemiségét, majd mindjárt folytatjuk a videót, csak hagyj olvassam fel azt, amit maga Lucifer mondott saját magáról. Az égbe megyek fel, Elohim csillagai fölé helyezem ülőszékemet, lakom a gyülekezet hegyén messze éjszakon, fölé behágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Érti mindenki tehát, hogy ez a törekvés a kezdetektől fogva megvan a lázadás fiaiban, hiszen az abszolút lázadó az, aki vezérli ezeket az embereket. Nem véletlen, hogy Nimrod és csapata is arra törekedett, hogy egy tornyot építhessen, melynek segítségével a felhők fölé tudja helyezni a saját székét. Véletlen az, hogy az Európai Parlament épületét erről mintázták, sőt ők nyíltan elismerik, hogy ez több nyelv, de egy hang. Véletlen az, hogy az egész világ tüntet a jogaért, mindenki a saját csoportját próbálja előtérbe helyezni, harcol azért, hogy őt felismerjék, hogy őt elismerjék, és végre megkapja a neki járó figyelmet. Persze, hogy nem véletlen ez a harc az, ami a kezdetektől fogva zajlik az emberiség és a spirituális világ között. Ez a harc többnyire az ember elméjében zajlik, de két nézet, Küzd. Az egyik csoportban találhatók a lázadók, akik a saját akaratukat akarják érvényesíteni, akik ellenállnak, akik ellenszegülnek. A másik csoportban vannak azok, akik alázattal és engedelmességgel hajlandóak járni a Teremtő által kijelölt úton. Nézzük, hogy mi az, amit még ezek az emberek elárulnak nekünk erről a szellemiségről. Ugye elmondják, hogy ők sátánisták. Ők morális, spirituális és szexuális szabadságot hirdetnek. Személyes szabadságot és függetlenséget. És a személyes választás és döntési szabadságot minden területén az életnek egyértelműen szembehelyezkedvén ezzel az írásokkal. Az úgynevezett Bibliának és a teremtő szabályrendszerének instrukcióinak az a lényege, hogy az embert megvédje saját magától. Mindenki, aki a személyes szabadságot, döntési szabadságot és mindenféle függetlenséget hirdet, az ez ellen beszél, és az az ember nem más, mint Lucifer követője, gyakorlatilag sátánista. Ő az abszolút lázadó, ellenszegülő és ellenálló vezetése alatt áll, és ebben a szellemiségben funkcionál a világban. Mindenki eldönti magának tehát, hogy melyik csoport az, amibe ő tartozni akar, de nincsen harmadik, az biztos. Nézzük, hogy mi az, amit mondanak még ezek az emberek. Ők törődnek az egyéni szellemiséggel, ugye az egyénnel, And personal moral responsibility. És a személyes morális felelősséggel. Így folytatja. If you stand here today and your nature, hogyha itt vagy velünk ma, és örömmel fogadod a saját természetedet, a thinking... szabad gondolkozásodat, és az önmagad szabad akaratát és irányítását, illetve úgymond istentelen vagy, függetleníted magad a teremtő irányításától és szabályrendszerétől, akkor te magad is sátánista vagy. A saját közösséged tagjainak szemében azokat beleértve, akik téged képviselnek és a te kormányodat. Azért, mert ez a sátánizmusnak a definíciója. Ezek után elárulja azt is nekünk, hogy a feminizmus, az LMBTQ, a transznemű mozgalom, illetve e mozgalom tagjainak házasságkötése mind-mind beletartozik az ő célkitűzéseik közé. Ugyanúgy, ahogy az emberiség sokszínűsége, az egyén szabadsága, ahogyan azt láthattuk Bábel tornya esetében, ahol a sokból egyet próbáltak gyúrni az emberek, ugyanúgy, ahogy ma az úgynevezett globalizáció próbálkozik. Kezdi most már mindenki kapizsgálni, hogy miért ünnepli minden nemzet a saját szabadságharcát és forradalmát évről évre? Miért programozzák és mossák az emberek agyát gyermekkortól fogva, hogy a harc a rendszer ellen, valami gonosz ellen az mennyire nagyszerű dolog, amit ünnepelnünk kell? hogy minden film, minden zene arról szól, aki ellenáll, aki ellenszegül, aki a saját akaratát érvényesíti, az egyénről, a döntési és szólásszabadságról, a világ sokszínűségéről, és hogy hogyan kellene nekünk ezt ünnepelni. Ha esetleg nem, akkor ebből a videóból kiderül. All hail the eternal rebel within all of us. Ünnepelje és köszöntse mindenki az abszolút és örök lázadót, amely mindannyiunkban él. Liberty, a szabadságért, and, az emberiségért justice. és az igazságért. A sátáni egyenjogúság harcosára és az igazságtalan elnyomás legyőzőjére. Ez a karakter a kezdetektől fogva az emberiség rák volt. Az ember mindig is ki volt szolgáltatva ebben a spirituális harcban, ugyanis ez a természetünk. Ez csak is kizárólag a teremtő segítségével vagyunk képesek legyőzni. Azért mutatom meg ezt a képet, mert itt is megjelenik a 13-as szám, és szerintem nem a másiák az, aki a 13 -dik. Azon túl, hogy ezek az emberek természetesen nem voltak fehérek, és közük sem volt ehhez a külsőséghez, ami itt látható. A lényeg azonban az, hogy a 13. a képen az maga a volt. Lukás vagy Lukács 22. fejezet leírja, hármas versben, Beméne pedig Hasatán Jahúdába vagy Judásba, ki iskáriótesnek neveztetik, és a 12-nek számából való. A 13. a lázadó volt, Hasatán, aki felhasználta a húdát vagy Júdást arra, hogy az ő akaratát végrehajtsa, ugyanúgy, ahogy felhasználja ezeket a bohócokat, és mindenkit, aki nem hajlandó alázattal és engedelmesen járni a teremtő által kijelölt utat. Tetszik vagy sem, mindenki, aki a saját feje után megy, vagy a világot követi, vagy bármi más módon próbálja az életet megközelíteni, mint ami le van írva a kanonizált írásokban, ami a Biblia, az a másik csoport része, gyakorlatilag sátánista. Érdekes módon Iskariotesi Judás neve az angolban, ugye Judas Iskariot 13 betű. Ő volt a kívülálló, ő volt a lázadó ennél az asztalnál, a másik 12 ember egy gondolaton volt, egy szellemiségben, egy szívként dolgozott. húda volt az, aki sátán vezetésével kívülállóként próbálta meghiúsítani a tervet. Az bizonyára mindenki tudja, hogy hasatán, vagy sátán, az ellenség, általában sárkányként jelenik meg, illetve ez az egyik állat, ami szimbolizálja őt. Ezek a képek, amik itt láthatók, ezek napjainkból való különböző játékokból, filmekből, animációs filmekből, gyerekfilmekből, ahol a sárkány kultusza tovább folytatódik napjainkban. A sárkány az, aki megtestesíti ezt a lázadást azonos Hasatánna az ellenséggel. Jelenések könyve 12-es fejezet 9-es leírja, és vettetik a nagy sárkány, ez drakon, a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és satánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő malákjai vagy angyalai ő vele levettetének. Ez a kifejezés sárkány a görögben drakon, G1404, ami összesen 13-szor szerepel jelenések könyvében, az egyik sorban kétszer, de egyébként 12 sorban. A sárkány az, aki a hatalmát és az erejét adja a világ birodalmának, ami a fenevad, az uralkodáshoz. Ezt nagy paráznának is hívja az írás, és jelenések könyve 17. fejezetben olvashatunk róla. Gyere, és megmutatom neked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vizen ül. A nagy parázna a görögben pornész, meg a lész, ami 13 betű. Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láték egy asszonyt ülni egy vörös fenevadon, amely teljes vala a káromlásnak neveivel, melynek hét feje és tíz szarva volt. Öltözött pedig az asszony Bíborba és Karlátba, megékesítetett vala aranyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy arany pohár volt, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával. Megtudhatjuk a nevét is ennek az egész rendszernek, ami a homlokára volt írva: Titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útállatosságainak anyja. Visszautal Nimrodra, az első lázadóra, akit az emberek közül istenként tiszteltek, illetve az ő birodalmára, Babilonra vagy Báberra. Érdekes módon a név, ami a homlokára van írva, a görögben, ugye a kéziratok görög nyelven íródtak, 13 szóból áll. Ugyanúgy, ahogy az angolban mellesleg. A megváltó maga Márkosz vagy már hetes fejezetben, amikor arról beszél, hogy az, ami az emberből jő ki, az fertőzteti meg az embert, 13 ilyen dolgot sorol fel, amelyek az emberek szívéből származnak. Az emberek szívében, az emberben nincsen jó. Ez a lényege a teremtő útjának. Átformál minket az ő szavával, és az ő szellemével, vagy ruhájával. a világ pedig átformál minket a saját szellemével vagy ruhájával a saját képére. Ezért két teljesen ellentétes megközelítés a sátánizmus és az írások üzenete. Ha valaki figyelmesen végighallgatja, amiről beszéltek a kapitolium lépcsőjén, Michiganben akkor megérti, hogy ők a humanizmust hirdetik, azt, hogy az ember eredendően jó és képes meghatározni, hogy mi a jó, és mi a helyes, és mi a gonosz, és mi a rossz. A megváltó azonban egyértelművé teszi, hogy az ember szívéből származnak a gonosz gondolatok, a házasságtörések, paráznoságok, gyilkosságok, lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevéség, bolondság. Mindezek a gonoszságok belülről jönnek ki, és megfertőztetik az embert. Minden bizonyal az sem véletlen, hogy 13 ilyen dolgot sorol fel. Ha már a gonoszságnál tartunk, 5 Mózes 13. 13.13 azt írja, emberek jöttek ki közüled, igaztalanságnak vagy gonoszságnak fiai, de ez a szó egyébként beliál, értéktelenség, haszontalanság, hitványság, gonoszság, elvetemültség, aljasság, romlás, rombolás, vagy pedig pusztulás és elfordítják városuk lakosait, mondván, nosza, menjünk és tiszteljünk idegen hatalmasságokat, akiket nem ismertetek. Pontosan úgy, ahogy ezek az emberek teszik azt. Ők Belial fiai. A hitványak, az értéktelenek, a gonoszok, akik rombolnak, pusztítanak, akik lázadást és ellenszegülést szítanak az emberek között, akik elcsábítják őket, hogy idegen hatalmasságokat imádjanak. Nem értvén azt, hogy minden idegen hatalmasság egy helyre vezet. Az örök lázadóhoz, az örök ellenszegülőhöz, aki nem hajlandó semmilyen körülmények közt, alázattal és engedelmességgel alávetni magát a teremtő rendszerének. És mindenki, aki őt követi, az az ő fia. Ezek egy egész várost alapítottak veresít egy mózes 13.13ban. Szodoma lakosai pedig nagyon gonoszak és bűnösek valának Jahúa vagy az Úr előtt. Ugyanazt tették, amit ezek az emberek hirdetnek. Minden, amit az ember gondol, vél, hisz vagy érez elfogadható, hisz az ember a saját sorsának a kovácsa, az ember képes saját magát kormányozni, döntéseket hozni függetlenül, és meghatározni, hogy mi a jó, mi a rossz, mi a helyes és mi az, ami elfogadhatatlan. Én nem mondom, hogy valaki nem érthet ezzel egyet, én csak azt mondom, amik a tények. Érdemes okosan oldalt választani és tudakozódni, mielőtt valaki kialakítja a saját filozófiai rendszerét, ami alapján döntéseket hoz és az életét él. Mert az ellenség nem használ szabálykönyvet és gyakorlatilag minden területen felsőbbrendű hozzánk képest. Az egyetlen dolog, aminek a segítségével le tudjuk őt győzni, az a teremtő szava és a szent szellem, vagy a Ruach Persze próbálkozhat mindenki mehet a saját feje után, de az nagy valószínűséggel ugyanazon az oldalon fog kikötni, amikor az ítéletet meghozzák, amelyik oldalon a sárkány lesz. Jelenések könyvében megismerhetjük a két fenevadat, ami a világ birodalmait jelképezi irányítja. Érdekes módon ez a 13-as fejezet, az egyik a tengerből jövő hét fejű vadállat, a másik azonban a földből jövő kétszarvú vadállat. Az Amerikai Egyesült Államok az egyik, amely az egész világot megfertőzi. Ő az egyik nagy Babilon. Nyilván több fronton zajlik a harc, és Babilon több országra, illetve több struktúrára is rá lehet mondani. Az egyik kétségtelenül az Amerikai Egyesült Államok. Az egy dollároson a 13-as szám elég gyakran előfordul. Ezen a képen megpróbáltam érzékeltetni ezt. Ezen a kis ágon 13 ilyen bogyó van, fogalmam sincs, hogy mi ez. Az Anoid Coeptisről már volt szó az egyik korábbi videóban, ugye azt jelenti, hogy törekvésünket jóvá hagyta. Ez szintén 13 betűből áll, ugyanúgy, ahogy ennek a piramisnak 13 lépcsőfoka van, ami felvezet a megvilágosodáshoz vagy a tudáshoz, melyet Lucifer elhozott az emberiségnek. 1776 római számokkal van felírva a piramis aljára, hogyha ehhez hozzáadjuk Novus Ordo Seclorum szónak a betűit, az 26 lesz összesen, ami kétszer 13 A bankének a másik oldalán láthatjuk az Egyesült Államok nagy pecsétjének a másik felét. Ez pedig egy fehér fejű réti mely fölött láthatunk 13 csillagot, melyek egy kört formálnak, alá írva e pluribus Onum, azaz a sokból vagy a többből egy, ez 13 betű, 13 sávot láthatunk ezen a pajzson, ami a sas melvértje gyakorlatilag, 6 darab fekete, 7 fehér, 13 darab nyilvessző van a bal lábában, és egy olajága jobban, melyen 13 levél, 13 bogyóval vagy terméssel, ugyanúgy, ahogy itt a jobb szélen 13 darab ilyen kis bogyó látható. A sas, illetve a piramis, alkotja az Egyesült Államok nagy pecsétjét, ez ugye The Great Seal. A The Great Seal a numerológiában 13, ugyanis a Pitagoraszi numerológiában 49 a betűk összege, 4 meg 9 pedig 13. Ez az Egyesült Államok nagy pecsétje, angolul of the United States, ami szintén 13 a Pitagoraszi numerológiában, ugyanis 67 a betűk összege, 6 meg 7 pedig 13. Azt már megbeszéltük, hogy a Nui Coeptis 13 betűből áll, azonban a Pitagoraszi numerológiában 58 a számok értéke, 58, szintén 13. Ha már a lázadásnál tartunk, MDCCLXXVI, az 1776, az amerikai függetlenségnek az éve, amikor is fellázadtak, ellenszegültek úgymond a brit gyarmatbirodalomnak, és kivívták a függetlenségüket, reprezentálván a lázadást magát ez a szám, de egyébként 76, szintén 13, 7 meg 6, az 13. Érdekes módon, ha mindezeket az előfordulásait a 13-as számnak összeadjuk, akkor szintén 13-at fogunk kapni. Ez itt 1, 2, 3 a lépcsőfogok, 4 a nagy pecsét, 5, 6, 7, 8, 9 a levelek és a bogyó, 10, 11, 12 és a 76, 13. Ha már a 13-as számnál tartunk, akkor hagyd mondjam el azt, hogy a taróban a 13. kártya az a halál. Nem vagyok egy géniusz asztrológiában vagy a taróban, de néhány dolgot azért mindenképpen érdekesnek tartok ezzel kapcsolatban. A halál kártya, ugye ez a 13-as számú kártya a taróban, ez a skorpió csillagjegyel hozható összefüggésben ezt szimbolizálja. Amikor a skorpió valamit kivág a saját életéből, megszabadul tőle, akkor az a dolog halott lesz számára. A halál kártya tehát nem feltétlenül egy rossz dolog. Ez egy új kezdet, valami, amitől megszabadulunk, és az halott számunkra. Mi pedig egy új életet kezdhetünk. A halál kártya az egy hatalmas változás, egy átalakulás vagy új kezdet ígéretét rejti magában. Kártyán egyébként egy ilyen csontváz katonát láthatunk, aki fehér lovon ül. A fehér ló megjelenik jelenések könyvében is, amikor a bárány felnyitja az első pecsétet. Ekkor így szól János vagy Hukanon, és látám, és íme egy fehér ló, és a rajta ülőnél így vala is adaték neki korona, és kijöve győzve, hogy győzzön. Ez a lovas nem más, mint az anti-messiás, aki az egész világot az uralma alá hajtja. Hogy most erre gondoltak-e, vagy sem, azt nem tudom, de érdekesnek találtam az összefüggést. De úgy tűnik ebből a képből, hogy a vallási vezető és az emberek is áhítattal nézik ezt a lovast. Még egy pillanatra befejezésű hagy térjek vissza az amerikai Egyesült Államokra és arra a fenevadra, ami az egész világot megfertőzi. Nagy Babilonra, 13 piros-fehér csík található az amerikai zászlóban reprezentálván a 13 első tartományt, aki megalakította az országot. Szerintem elég egyértelmű, hogy mit testesít meg az Amerikai Egyesült Államok. A függetlenséget, az egyén szabadságát, az elfogadást, a lázadást, az ellenállást, a normákkal való szembeszegülést, az egyéniséget és a humanizmust. Humanizmust olyan értelemben, hogy mindennek mértéke az ember. A humanizmus egyébként egy olyan filozófiai eszmerendszer, mely a természet természetrendjében az ember fontosságát hangsúlyozza. Napjainkban a kifejezés többé-kevésbé azonos jelentésű az ateizmussal, vagy a világi racionalizmussal, de úgy is, mint olyan gondolkodás, melynek előfeltevése szerint az ember és a természet között. Lét-elméleti különbség áll fenn, és ezért az ember elsőbséget élvez a társadalom, a történelem és a kultúra értelmezésében. Ez egy nagy fordulatot jelentett az Isten központúsághoz képest. Minden bizonyal össze lehetne szedni még két-három vagy négy videónyi anyagot is a 13-as számmal kapcsolatban, de legyen elég egyelőre ennyi. Remélem, hogy ez segít mindenkinek egy kicsit jobban megérteni azt a világot, ami körülöttünk zajlik és a valóságot is, ami emögött van.